Na, most jó fülejé, Lexikém. Vigyázva azokra a követre, amíg én vacsoráért mentem. Jó van, kész vagyok, Dín. Kész vagyok, de hogy kell játszani? Először is neki szúrszak ebben az oszlopon, és egyenes át a kúton vezet. Egyetlen egy szabály van, én verhetetlen vagyok. Hát nekem viszont tényiszonyom van. Na, mert kezdhetjük. 1, 2, 3. Most kapja el. Bocsánat. Banyek. Elszívtam. Na, azt hiszem. Hoppá. Álljon csak meg. Na, megálljon. Na, akkor húzom az oldalba, szia! Álljon csak meg! De vissza is fizessze ki a konyhamaraszot! Feladom! Megszabadultam! Végre szabad vagyok! Még szerintem nem támadott meg senki. Jaj, hello, haver. Nyugi, itt nem talál még edzel sem. Csak fújt ki magad. Kösz, haver. Nem emlokszi. Épp ez igen, ott lakom. Nem messze. Ha te dolgod, itt jött mindenki valahonnét. Kérdés, hogy hová megy? Neked mik a terveid? Áldoz akarok lenni? A terv jó. Bár én is gondoltam rá, és hogyan fogsz hozzá? Bármilyen munkát vállalok, csak dolgozni ne kelljen. Dolgozni? Ezt a spanyol szót nem ismerem. Viszont támadt egy ötletem. Holnap gyere át hozzánk, és mindent elmagyarázok. Záródnak, a puzzle cruise-atér következik! Ez a sok bolondának az ajtóban talonganak! A serelvény halad! Színen? Jaj! Ha, átkozott kocsik. Szóval higgyetek ennek a kutyáknak. A minden itt. Nem gondolta, hogy ekkor a luxusháza van. Zefura volt egy kissi, de majd csak kievelem. Ünnéked! Kérd, hogy mi történt? Mi csináltam, hogy szói pedzégetában voltam. Erről voltam a műszer. Itt kell nekem. Mit köszönjük, amikor egy példát összeállítod? Na, megyíted a házat? Meg, hát persze. Csak le volt a foglalva egy kicsit. Nos, elugrok a piacra, főzök neked előre, filemet. A mehetnéket előneved. Hát, voltam valami. Na, itt neki? Hát ő az a munkánk. Munkánk lesz fiszkó, de attól hajtok. Mégis ők fizik. Kezdem kapizgálni. Most már értem, miért vettök egy szomszédban. Miért a látogatom a fogot? Meg kell tréfelni. Ez nem tartani jól tettek.
Nem láttok semmit, ugye? Nem. Egyáltalán nem. Hát, szegény szomszédot. Azt hiszem, téged keresnek. Halló? Ide figyelj, te kisegérpiszok, ha a kezem közé kaplak, a füleden keres... Ez nem lesz tudko, az biztos. Na, te. Ne vazakolj. Feudát, meg egy nyalókát. Hát, szerintem mindenre kész. És mit látok tőle, hogy ennek én megisszuk a nevét. Ne bárk a hölgyek, hogy milyen ízűt óhajtanak. Ezért hoztam vaníliát, fahéjasat, meg citromaszett. Na végre, megkaptam. Szenzei, itt a többihez. Itt most másról van szó, szóval. Itt most a feléről van szó. Minek a feléről? Na, hagyjuk ezt. Annak az összegnek le a feléről, ami az alólevére egy kis szállét kéne majd. Minimum 200 000 forint. Ez szarulás. Az. Tehát mi a számíthat az ember az ilyen helyen? Hát, megpróbálhatjuk, ha akarod. Elfejtettem ennek a pillanat. Hát akkor mit? Hogyha nem teszek le 200 000, nem nagyon kisebb. 300 000 forintot. Na, mi van? Miért én éljak? Mi mindent én csináljak? Hogy mindent? És az ötlet ki volt? Engem nyugasztottad a pivaszkölyök. Én csak te. Te. Hát teszem tudsz élni. Én ütött egy kivaszkölyök ki. Meg szánsz? Szándéz a számom. Te azt aztán nagy. Na, elintéztek? Vagyis, hogy elintéztek? Megadtam, épp eszége elvittem az összes levelet. Hú, de mekkora gazdagok leszünk. Na, meg mi? Ne, ne nézd meg. Jó, rendben, elmutatom. Ez én vagyok, ő pedig a barátnőm, Rebeka. Rebeka. Amikor éppen megláttam volna a világot. Ne azt számít, amikor éppen mintezünk. Én nem könyörgök neked azzal, hogy végül Missy Maszkot táncolt halljál. Épp eszége nem fogok könyörgni neked arról, hogy csetelgetünk, mert minden rizsázás, mert hogy ragyog lett a tévéd. Mert attól tartok, hogy ezt a képet az én barátom. De nem fogok énekelni, de le kell rendezünk ezt a dimmat. Mondok te pár dimmat. Arra gondoltam, hogy ha nem teszek én valamit, akkor örökké elveszítem a barátnőmet. Hát is jöttél hozzánk. Lehet, hogy ott lakik a párti. Ha szeretném látom. Tényleg, ez a hati, sűrűt. Jól megcsináltuk neked, te. Biztosan a fogadat. Valadjon, meg kell tárgyalnunk az érzékeimmel, hogy
az körbe bámulhatod azt a képet, amit én ölköltem. Nem szeretnék ilyen ragya lenni. Nézzük. Itt van. Mi a? Havel, miért vagy? Ilyen gyökér. Bocsi, azt hittem, hogy gyökér legyek. Nem értem őket. Sose hidd ennek a kameleonnak. Ők azok. Menj és tárgyalj velük, én meg addig vigyázok erre a kis ördögre. És okosz légy, a gyereket csak akkor kapják meg, ha az egész összeget átadják. Hol a pénz? Pénz? Talán a gyerek? Na okoszkosz kislány. A gyerek ott üldögél a kocsiban. Az egyik, a gyerek nálunk van. Mondd neked valamit, pajtás. Sose higgy ennek az ogrénak. A pokolba ezekkel a rajzfi figurákkal. Kénytelenek megtanulni magyarul. Na figyelj, haver. A gyerek, érted? A gyerek itt van. Bent. Pénz, pinéjó, maréda. De ústem. Miért nem beszélgétem azt akarom én is, a pénzt? 300 000. Utazd meg azt a kislányt, hát ha nem hiszi el. Megőrülök. Itt van az a kislány, akit akartál. Elég sok melóval járt, amikor megtaláltuk. Igazán nem sok ért a 300 000. Levihettél volna Ritikülhöz. Ne, kedves drág uram, itt egy hatályos félreértésre van szó. Éti? Félreértés. Fajt, mi? Mondtam, hogy átvejsz. Nincs az a hülye, hogy ez a kis pékáért 300 000 adjon. És mi is hoztunk egy gyereket, és mi szeretnék kapni egy 300 000. Úgy. Megkapod. Ólóban. Na végre. Akkor hozom már ezt a kislányt. Vigyázz! Valami hír? Semmi. Csak egy kis gyagyászunk éppen elépett. Vigyúzási, téged keresztek. Hello, itt a Roxy lakás. Figyelj csak, te rohadék! Kinyírlak, ha elkaplak! Esküszöm, kirágom a szívedet, te tök! Na, mit mondtam? Teljes a vigyének tart. Ki fog nyugasztani téged? Akkor vége van. Na, cső, cső. Kukuzok, ti-d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 i
tudhatnád, hogy én igyekszem, ahogy csak tudok. De éppen a képemet takarítottam. Na, hát ha nem végzel, akkor szeptemberben nem kapsz ötöst. Ha tennéd, hogy nem énekelnél. Musz énekelnem. Mi énekelk, amikor a fejem tölöm? Hát akkor kell valami pattogósabbat. Az csak lelzik. Lógnak a pálmafán a kókuszok. Rió, 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 rió. Apró sok van, jó a kis hasok. De hol tanultál táncolni? A táncészkából tanultam csinálnék. Egy, két, három, négy. Rógnak a pálmafán a kókuszok. Rió, 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 rió. Apró sok van, jó a kis hasok. Ki van drága? Dolra. Mit cukolsz? Ez kész aranybánya. Ez cukorgyár. Maguk szerződtetve vannak. A gázi 30 ezer font. Fejenként? A ponta. Bánom. Nem bánom. A húgi viszont nem gázos. Egyelőre nem kaptok belőle egy centet sem, amíg az előlegüket le nem dolgoztátok. Hát akkor, premier azonnal!
Lógnak a pálmafának ókuszok. Lili-lili. Jódi-jó. Ahol sok van, jó, aki ha sok. Ez a kislány őstehetséges. Te hisz neki. Nem tudom, talán lemekültek. Oké, kislány, átmentél. Most bemutatunk neked a ki mit tudom. Lötted ez kislány. Kezdődjék a ki mit tud. Kész vagy? Már indulnunk kell. Hol van Dora? Hogy? Hát nem nálad? Én azt hittem nálad. Gyerünk! Dora, merre vagy? Megérülök. Jaj, most mit fog elszólni a barátnőm? Jobb, hogyha letöröd a képen. Ezt lányok, válja magukat a virág híre. Mi van? Hol van Dora? Na, ne visszajön. Hol a szemfel valaki? Nincs nálam a szemüvegem. Ide tudnál jönni? Mi az édeszkén? Valami papírt kéne felolvasznod. Szóval mondjam neked, hogy... Ez meg mi? Olvasz, hölgyem. Angosabban. Kedves kis Odis Parks, szeretnél kicsit halkabban. Kedves kis lága Odis Parks. A kislányunkat ne keressétek, már otthon ő biztos él. Csak az a szerencsétek, hogy épp egészséges. Az ügyet jelentettünk a rendőrségnek azzal, hogy a válság díjét kell fizetnetek. Üdvözlettel tiszteltemként, Hufnagel Pisti. Merin, azonnal beszélnünk kell. Hová tűnt? Tehát hova tűnhetett? Hát nem értem ezt az egészet. Mi történik itt? Azt hiszem, tudok erre egy magyarázatot. Nézze! Hát persze. De kellett a pénz, mert hogy meg akarta védelni a lány, a barátnőjét. Hová fajult az a viág? Roxy, oda tudnál menni? Ez örvezt, aztán meg lebeszélem azzal a fejével. Kifizetem én nektek. Látom, hogy te tönkre ment az éged. Igen, persze. De bocsássatok meg, de... Attól tartok, hogy rajtadnom kell. Vajjaj. Te hogy vagy itt? Szevasz, Merin. Most megvan a pénz. Te hová raktad a pénzed? Hát, nem is tudom, hogy mondjam el neked. De attól tartok, hogy amit én mondtam neked, azt oda csak kitaláltam. Jaj, Merin, tudhatnád, hogy ez nagyon is. Mi folyik itt? Ki a masználja a tehetségeidet, csak hogy azért, hogy megkaphassam azt, amit engem érjét és a barátok. Sajnálom, hogy ezt fog elmondanom, de sajnos le kell folynunk azt az akciót. Ugye nem gondolod azt, hogy itt akarsz ülni úgy, mint egy kivált kutya? Gyújt, te így láthatod, ha csődbe mentünk. Tudod, kihez megy egyáltalán csődbe? Amikor éppen szégyen megláttuk azt, hogy mi történt, és remélhetően arról szemünki szemszert. Viszlek hozzá az eszemét. Tényleg? Megtennél értem. Persze. Jó. Csak egy tévészet van. Ezt nem kértem karácsonyjal. Téged kezdek. Halló? Ide figyelj, te dupla csövű hülye gyerek! Ha rájövök ki vagy, elkenem a szádat! Fasz Franz, megint nyakamba szózza. Hogy mik vannak. Mondd csak, Viva. Egyáltalán hívott téged, Mó? Ilyet felszel, mikor látta éppen ücsölni ajta.
Tudod, de Szentély, attól tartok, hogy kénytelen leszek elhagyni a házamat. Hát, úgy látom, egy cipőbe járunk. Mindjárt jövök, enni ki a tohonya. Kerüljön beljebb. Ipat, a kis tücsök azt fezegte, hogy egy takonybasz itt lakozik. Hol van most? Kérlek, mi az a nagy patálja? A drága Roxitel vette ki valami a gyermekrabrászét. Hol van az a kis takonybasz? Hát, jót fogtok nevetni, de azt hallottátok, hogy ő meglépett. Ezt inkább mondd a rendőrnek. Szép kívánok. Ugye emlékeznek rám? A nevezet az Fábián vagyok, a rendőr tizedes. Mivel segíthetek? Attól tartok, hogy nyomom mind a hármójukat, viszont ki kell lakoltatnom. Úgy itt jó kiakoltat minket, ahogy mondod. Hát a szegény, akkor most hol lakjuk? Kitalálta maguknak a szabadsági helyet, ami pontosabban összeillik egymáshoz. A vonattól viszont majd elmagyarázza a kisasszonyoszka. Úgyhogy szedjék össze a szokmunkjukat, és rögtön hagyják ezt a területet, ez a dzsungel törvénye. Ez a te ibádvény, olyat fogsz kapni, hogy neked is fájni fog. Gondolhattam volna. Na, készen vagytok. Készen, minden szuszunkat átraktuk. Fájjatok csak? Mi lenne, hogyha esetleg? Jó, mondja Roxy, gyerünk a vasútállomáshoz, járjász a páti. Miről beszélsz? Emlékeztek, amikor éppen szége a maszkó urat levelte valaki? Éppen ezért? Talán múlni lehet, de mi veszterünk? Mi szóltok hozzá? Ezzel nem nyűgöztem le. De Melin, hogy hihetsz ennek a molninak, amikor még kung fu szésen tud? Lehet az hazolni, még nem tud, de helyé van a szíve. Értsétek meg. Velem kell jönnötök. Ez akár teszik, akár nem. Talán mi nyugodtan pihenhetők úgy, mint a királyok. Benne vagytok egy jó játékban? Szerinted egyet értszünk annak a kislánynak? Hát, egy próbát azért megél. Hát a beszéd. Na, menjünk, hív a kötelesség. Spencetek van, hogy elhordjátok az ijátokat. Hé, fián, elfkapt ki. Ez kis kutál. Jaj, a szemem, au. Jaj. Mi húztunk a pátin, úgyhogy ágyél, lúzel. Ez a kérdő jól jöhet. Mi történt? Kapjálok a kezem közé, majd megmutatom neked. Mondhatom, el kéne valami a potyra tesz. Direkt azért jöttünk utánam, hogy azok után, amit veled még jártam. Nem, úgy határoztam, hogy én is veled megyek. Megtanulni Molly Mesteltől bármelyik mutatványt. Egy kicsit elkésztél. Tesszük, itt a boldogadó. Az a blekét, ami jól ott a véletlen elköltöttem. Te az egész pénzemet odaadom. Bizony, még az a szerző, hogy ma nem kapott észre. Halló, itt Roxy beszél. Te vagy az már megint, mit te gyáva kis féreg? Kapjalak csak a kezem közé, kitekerem a nyakad! Hát látod, mégis idáig jutott az oszos. Ne aggódj, mert a jó hiszteszem adhatta arról, hogy a Hufnagel pisztit választ, mert ő itt az a...